Szervezett bűnözői csoportra csapott le a Díjkot Maros megyében. Kiskorúak pénzét vették el és dolgoztatták őket. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni igazgatóság ügyészei 5 szemét vettek őrizetbe. A felvételek a rajtaütésen készültek. A vád szerint arra kényszerítettek roma személyeket, hogy hatalmazzák fel őket a gyermekpénz és a gyermekeknek járó szociális segélyek felvételére. Továbbá 5-6 éves gyerekek szüleit rávették arra, hogy háztartásaikban dolgozzanak. Rendkívül nehéz munkákat végeztettek velük, főként állatgondozást. A kiskorúakkal folytatott kereskedelem szabadságuktól való megfosztás miatt az egyik személyt előzetes letartóztatásba, másik 2 személyt jogi felügyelet alá helyezték.